Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Közel 3 millió forintot követelnek vissza a polgármestertől. Egyre több gondot okoznak a vadak Szekszárdon. Az önkormányzat mindent megtesz a lakosok nyugalma érdekében. A Tolna megyei szakképzési centrum munkatársait ismerték el, 25-en vehettek át díjakat. Évekig is elhúzódhat a háború, interjút adott stábunknak a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Közel 3 millió forintot követel vissza a Szekszárd polgármesterétől a helyi közgyűlés. Szerintük ugyanis Ács Rezső nem rendeltetésszerűen használta és tankolta a hivatali autóját. Ez derült ki a képviselők péntek délelőtti ülésén. Ács Rezső polgármester gyakorlatilag folyamatosan akadályozza a Szekszárd város működését. Én a Fidesz frakció nevében felszólítanám Ács Rezsőt, hogy ugye döntöttünk már. Közgyűlési döntés van róla, hogy megszűnt a hivatal ideje. De Ács Rezső, mondjon le! Ismét helyben hagyta a szekszárdi közgyűlés a május végén meghozott döntést, vagyis azt, amely szerint egyrészt összeférhetetlenség miatt megszüntették a polgármester jogviszonyát, másrészt átvilágítást kezdeményeztek Ács Rezső költségvetési kiadásai, valamint a hivatali autó használata kapcsán. Ez volt az egyetlen nyílt napirendi pont, amit most tárgyaltak a képviselők. Az újbóli megvitatásra azért volt szükség, mert Ács Rezső első körben nem írta alá a személyéről szóló döntéseket. Megerősítettük az előző közgyűlésnek a döntéseit, továbbá megállapítottuk, hogy nem igazolt a 8 napon belül, hogy jogosan használta a gépkocsit Szekszárd város érdekében, úgyhogy kérjük vissza 2.847.000, pontosan nem tudom a végösszeget, forintot, azonnal kérjük vissza. Döntöttünk arról, hogy a gépkocsi használatra nem jogosult, kérjük vissza az autót azonnal. Valamint arról is döntés született, hogy a polgármester többé nem használhat egy másik, szintén önkormányzati tulajdonú kis teherautót. Mi is ismételten felszólítjuk a polgármester urat, hogy mondjon le. A képviselők egy zárt napirendi pontot is tárgyaltak, ott szintén a városvezetővel kapcsolatos korábbi döntésüket erősítették meg. A polgármester munkaviszonyának a felfüggesztése és a jogszerűtlen gazdagodás. Tehát összeférhetetlenség miatt felfüggesztettük, tehát ezt megerősítettük, és a másik pedig a jogcím nélküli gazdagodás, amit ugyanúgy megerősítettünk. Ács Rezső korábban már egy közleményben jelezte, nem fogadja el a közgyűlés vele kapcsolatos döntéseit, azokat bíróságon támadja meg. A képviselők legközelebb a tervek szerint a hónap utolsó csütörtökén üléseznek majd. Háborús időkben a kormány elsődleges célja a családok és a munkahelyek védelme, valamint a nyugdíjak értékének megőrzése. A költségvetés maradéktalanul biztosítja az ehhez szükséges forrásokat, miközben a kormány tovább javítja az egyensúlyi mutatókat, közölte a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a költségvetés garantálja a rezsicsökkentés fenntartását az átlagfogyasztás mértékéig, a közel négyszeresére emelt rezsivédelmi alapon keresztül. Ezzel a kormány továbbra is Európa legnagyobb rezsitámogatását garantálja a magyar családoknak, a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak. A kormány az elhúzódó háború és a szankciók okozta rendkívüli kiadások ellenére is tartja az idei évre kitűzött célt. A május havi hiány az elmúlt 7 év legalacsonyabb májusi deficitje. Május végéig az államháztartás központi alrendszere 2763,3 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2752,4 milliárd, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 67,3 milliárd forintos hiányt mutattak. Az elkülönített állami pénzalapok pedig 56,5 milliárd forintos többletet. Bár csökkent a vadállomány a Szekszárd város környéki galéria erdőkben, mégis egyre több gondot okoznak az állatok, legfőképpen a vaddisznók. Az önkormányzat a helyi Aranyfürt vadásztársasággal együttműködve mindent megtesznek azért, hogy kordában tartsák a betolakodókat. Azonban a lakosság is sokat tehet az ügy érdekében. Egyre több fejfájást okoznak a vadak Szekszárdon, szinten napi szinten érkeznek kárbejelentések. A legtöbb esetben a vaddisznókkal gyűlik meg a lakosok baja, mondja Müller János, a szekszárdi Aranyfürt vadásztársaság elnöke. Az egyesület egyébként az év során több megelőző tevékenységet is végez. A téli időszakban a galéria, tehát a város környéki galéria erdőket figyelemmel tartjuk, kezeljük, terelővadászatokat tartunk. Megpróbáljuk a vadat
távol tartani, elcsalni a város környékéről, külterületi szórókat üzemeltetünk, hogy hátrább húzódjanak a vadak. Az elmúlt években jelentősen csökkent a vadállomány, ugyanis még korábban 160-170 állatot is lőttek a galéria erdőkben, ez a szám napjainkra 100 körülére csökkent. Ennek oka többek között, hogy lényegesen kisebb lett a vadak élettere. Az önkormányzat is segíti a zárt kerti gazdákat, a városvezetés közel 800 ezer forint értékben vásárolt riasztószert. Az önkormányzat is teljes válszélességgel belállt ezekbe a dolgokba. A mezőőrök, ahogy járják a területet, folyamatosan érdeklődnek és segítenek azoknak, akik bejelentéssel fordultak az önkormányzathoz, mert azonnal telefonszámcsere, és akkor aznap vagy még másnap felkeresik a károsultakat. Mivel belterületen tilos vadászni, a lakosok is sokat tehetnek az ügy érdekében, például jó minőségű, az állatnak ellenálló kerítéssel, vadriasztószerrel és villanypásztorral is védekezhetnek a négylábú betolakodók ellen. 2010-hez képest ma 1 millióval többen dolgoznak. A foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót, közölte Comba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Kiemelte, hogy ezen célokat is szem előtt tartva 10 éve töretlen sikerrel hirdeti meg a kormány a nyári diákmunkaprogramot, amelyre idén-nyáron 3,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak. A 2013 óta futó kezdeményezés elsősorban bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását, ami érdemben segíti elő a fiatalok munkatapasztalat szerzését. A közlemény szerint a programban 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhetnek. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban vagy vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le. A sikeresen pályázók legfeljebb 2 hónap időtartamra napi 6 órányi munkavégzéshez kapcsolódó munkabért kaphatnak. A kiemelkedő munkát végző tanárokat, valamint az oktatási, irányítási tevékenységet nagymértékben segítő munkatársokat díjazták a Tolna megyei Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségén. Ezúttal 25-en vehettek át elismeréseket. Többek között Balassáni Herceg Szilvia, a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettesének több mint 2 évtizedes munkáját is elismerték a Tolna megyei Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségén. Végigértem a ranglétrát, ugye végzettségem szerint angol nyelvtanár vagyok, aztán pár évvel azután, hogy ide kerültem az iskolába, már megbíztak a nyelvi munkaközösség vezetésével, később az osztályfőnöki munkaközösséget vezettem, utána lettem szakmai igazgató helyettes. Az eseményen nem csak a tanárokat, hanem az oktatási irányítási tevékenységet nagymértékben segítő munkatársokat is díjazták. Mi úgy gondolkodunk, hogy egy nagy közösség vagyunk, és ahhoz, hogy jól működjön egy iskola, vagy jól működjön a Tolna megyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő 8 iskola, ahhoz elengedhetetlenül szükségesek az oktatói kollégák, az oktatói munkát végző kollégáink, de ugyanígy azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükségesek azok a kollégák, akik ezt a háttérből támogatják, akár gazdasági területről, akár karbantartási területről, vagy akár egy takarító nénink, aki abban járul hozzá, hogy rend legyen, tisztaság legyen, és minden csillogjon, villogjon egy iskolában, mert hogy ez mind így együtt működik, és a siker csak így érhető el. Ezúttal 25-en kaptak díjat a rendezvényen, ahol idén először főigazgatói és kancellári elismeréseket is odaítélt a Tolna megyei Szakképzési Centrum vezetősége. Megnőtt a gépi bérmunka jelentősége a mezőgazdaságban, miután a gazdálkodók 63%-a jelezte, hogy a beszerzési költségek megugrása és a finanszírozási feltételek romlása miatt az elmúlt egy évben el kellett halasztani a tervezett gépvásárlását, közölte az egyik mezőgazdasági portál legutóbbi felmérése eredményét pénteken. A májusban készült kutatásból kiderült, hogy a megkérdezett több száz magyarországi gazdálkodó 38%-a a szolgáltatói és az igénybevevői oldalon is érintett a gépi bérmunka igénybevételében. A bérszolgáltatók 23%-ának jelenti ez a tevékenység a fő profilját, a többség csak a kapacitásainak jobb kihasználása érdekében kiegészítő foglalkozásként kínál bérmunkát.
Ennek megfelelően 68%-uk legfeljebb 100 hektáros területen szolgáltat, 500 hektár feletti területet pedig mindössze 6%-uk vállal el. A közlemény szerint a bérmunkaszolgáltatásokra leggyakrabban aratás, övetés, illetve talajmunkáknál van szükség. Paks 2 az ország energiabiztonságának és a rezsicsökkentés megőrzésének alapvető feltétele, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Facebookon, arra reagálva, hogy az ukrán miniszterelnök közleményben tudatta, Ukrajna meg akarja akadályozni az Európai Uniónál az új paksi atomerőmű megépítését. Mencer Tamás azt írta, hogy az energiaellátás nemzeti hatáskör, vagyis szuverenitási kérdés. Furcsának és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna egy NATO és EU tagállam energiabiztonságát támadja, miközben utóbbi tagja kíván lenni. Elfogadhatatlannak és döbbenetesnek nevezte, hogy Ukrajna Magyarország energiabiztonságát támadja, a magyar emberek energiaellátását akarja veszélyeztetni, miközben Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, minden lehetséges humanitárius eszközzel segíti Ukrajnát. Az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeiről adott interjút stábunknak a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Demko Attila szerint egyelőre lehetetlen megmondani, meddig húzódnak el a harcok, és azt, hogy azok pontosan milyen hatással lesznek a mindennapjainkra. Június 6-án magyar idő szerint nagyjából éjjel 2 órakor szakadt át a Dnyeper folyót szabályozó gát Novakahovka városánál. A kiömlő víz 70 ezer embert sodort közvetlenül veszélybe, de szakértők szerint közép-hosszú távon az egész világra hatással lesz. Nem kizárt ugyanis, hogy emiatt megdrágulnak az ipari és a mezőgazdasági áruk. Hogy az orosz vagy az ukrán fél okozta a jelenséget, egyelőre nagyon nehéz megmondani. Erről beszélt stábunknak a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője Szekszárdon. Van orosz érdek, ugye ezzel ellehetetlenül az ukránoknak a támadása mind a kahovkai víztározón keresztül, ahol motorcsónakos gyors támadásokat hajtottak végre, illetve attól délre. Tehát van egy nagyon erős orosz védelmi érdek, de lehet ukrán érdek is, hiszen a krími csatornát valószínűleg ez ellehetetleníti hosszabb távon. Az biztos, hogy a két fél egyelőre egymásra mutogat. Hogy pontosan mi okozta a katasztrófát, valószínűleg csak hónapokkal később derül ki minden kétséget kizáróan. Eközben újra hallani a zaporizsiai atomerőműről, és arról, hogy a gátszakadás miatt egyre nehezebb hűteni Európa legnagyobb nukleáris létesítményét. Márpedig, ha ott baleset történik, az hazánkra is súlyos hatással lehet. A szakértő szerint viszont egyelőre nincs közvetlen veszély. Nem üzemel ez a hat blokk, mind a hat blokk sem, azt hiszem talán egy vagy két blokk üzemel, és ezekre elég az a hűtővíz, amit ott az erőmű mellett tárolnak egyelőre. Tehát nem látszik olyan forgatókönyv, hogy az erőmű ettől sérülhetne, és nukleáris probléma léphetne fel, tehát leolvadása akár az erőműnek, ez nagyon valószínűtlen, tehát ettől nem kell tartani. Eközben egyre többen adnak hangot Európa vezetői közül annak, hogy a háborút minél előbb le kell zárni. A magyar kormány már hónapok óta ezt az álláspontot képviseli. Regionális híreink következnek. Politikusok dolgoztak a pécsi kempingben, közben nyomoznak a telek megszerzése ügyében. Szúnyogok gyötrik a pécsieket, gyérítési munkába kezd az önkormányzat. Judo, torna, úszás, tenisz, sportágválasztó program a Cserepka iskolában. Újra kemping lehet az egykori mandulásból, ez a terve a pécsi városvezetésnek. Már el is kezdték eltakarítani a régi építmények maradványait a baloldali képviselők. Első lépésben Rovar Hotel, Süngarázs várja majd az itt kirándulókat, közben nyomozás zajlik a mandulás kemping megszerzésének ügyében. Erről akarják elterelni a figyelmet a munkálatokkal, mondják a polgári oldalon. Csatárláncba állva adják egymásnak a bontott téglát a pécsi baloldali politikusok. A helyi képviselők, a polgármester, az alpolgármester a mandulás kemping egyik romos épület maradványát igyekeztek eltüntetni látványosan szerda délelőtt. Újra kempingként akarják megnyitni a mecseki erdős területet, ez a városvezetői oldal terve. A mai korszellemének és a mai fiatalok szempontjainak megfelelő kemping kialakítása cél.
Az, hogy ennek mekkora forrás igénye van, azt nem tudom megmondani, hiszen a célunk ugyanaz, mint a misinatető kapcsán, azt hiszem, hogy már nagyon jól bevált. Koncepciókat dolgozunk ki már kemping funkción belül, és a pécsieket megkérdezzük, hogy melyik az a koncepció, ami az ő szívükhöz legközelebb áll, annak mentén tervezünk megvalósítani a projektet. Első lépésben eltüntetik a romokat, rovarhotelt és sünigarást alakítanak ki a területen. Nem ezzel van a baj, hanem azzal a csereügylettel, amivel az egykori Mandulás kemping a város tulajdonába került, mondja a polgári oldal képviselője. Mint ismert, a volt bőrklinika épületét és telkét adta a város az Amandula Kft.-nek. Cserébe kapta ezt a mecseki telket és 200 milliót. Az Amandula Kft.-nek a beszámolójában 124 millió forint összértéken jegyezték a Mandulást, és az értékbecsülő meg 800 millió fölé becsülte az értékét. Tehát túl nagy a különbség. Tehát, hogy 700 milliót tévedni, tehát most akkor legyen az 200 millió, és legyen, mit tudom én, mondjuk az értéke duplája, de még akkor is van több mint fél milliárdos érték különbözet. Vagyis a 800 millióra becsült közművek nélküli mandulásért úgy kaphatta meg a bőrklinika belvárosi közművesített és 1 milliárdra becsült telkét a várostól a magánbefektető, hogy 200 milliót befizetett a városi kasszába. Az ügylet felkeltette a nyomozóhatóság érdeklődését is. Itt az a kérdés, hogy az az ingatlan telekcsere ügylet, ami a bőrklinika és a Mandulás kemping vonatkozásában fennáll, az mennyire volt árérték arányban megfelelő. Mi azt gondoljuk, hogy nem volt az, és hát véletlenül a nyomozóhatóság is ezt gondolja, hiszen megindították az eljárást. A kemping területének tervezett rendbetétele csak szemfényvesztés, amivel a nyomozásról terelik el a figyelmet most, véli a politikus. Egyébként az elkezdett bontási, tereprendezési munkák 20 millió forintba kerülnek a Mandulás kempingben, ahol 4 épület maradványait takarítják el. Sok kellemetlenséget okoznak az elszaporodott szúnyogok Pécsen. A csapadékos időjárást kedvezett a lárvák kikelésének, így sok vérszívó zavarja a nyári esték programjait a Baranyai Vármegye székhelyen. Ezért az önkormányzat gyérítési munkába kezd a következő héten saját forrásból. A szúnyogok megjelenésének kedvez a mostani csapadékos időszak, ezért Pécsen is megkezdték az állomány gyérítését, mondta stábunknak a Városüzemeltetési Önkormányzati Cég vezetője. Biológiai szúnyoggyérítést végeztettünk vállalkozóval körülbelül két héttel ezelőtt a Pelérdi lápnak a területén. Ennek a lényege, hogy egy speciális kémiai szer hatására a még ki nem kelt lárváknak történik az írtása. Azonban ez nem volt elég. Pécsen sok a szúnyog a mostani időszakban, ezt tapasztalják az itt élők, ezért további gyérítésre van szükség az igazgató szerint. Megrendeltünk kémiai szúnyogírtást is a városnak a több területén, erre várhatóan a jövő hét elején, ha az időjárás engedi, akkor jövő hét hétfő folyamán fog sor kerülni, illetve emellett, ez ugye saját büdzséből, városüzemeltetési büdzséből történik, és emellett pedig az önkormányzat is kérte a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóságot, akinek szintén feladata az országban a szúnyogírtási munkáknak az elvégzése, hogy szintén végezze el ezeket a munkákat a város területén. Június 12-én esős idő esetén 13-án vagy 14-én végzik a szúnyoggyérítést Pécsen. Összesen 10 millió forintos kerete van a városnak a vérszívók elleni küzdelemre idén. Ezt használják fel most, és várják, hogy az országos katasztrófavédelem gyérítési munkái is megkezdődjenek Pécsen, hogy kevesebb szúnyoggal találkozzunk a nyári időszakban. Judo, torna, úszás, tenisz. Csak néhány azon sportágak közül, melyeket kipróbálhattak a Cserepka iskola első osztályos diákjai. A gyerekek az intézmény sportág választó programjában ismerkedhetnek meg 7 mozgásformával. Legutóbb a tenisz alapjait sajátították el a kicsik. Egyik fele, másik fele. Ahogy fölütöm a labdát, azonnal megfordítom az ütőt.
A tenisz alapjaival ismerkedhettek meg ezek a gyerekek. A kicsik most első osztályosok a Cserepka iskolában, az intézményben pedig most zajlik a sportág választó program. Tankó Georginak kislánya már jár úszásoktatásra, de más mozgásforma is érdekli. Nagyon szeretik a gyerekek a tanárokat is, a sportág választókat is, rengeteg sportot kipróbálhattak, az úszás, a judó, a tenisz, ugye, és még sok egyéb mást is. Nagyon szeretik. Mindegyik után sírás van, hogy anya, ez úgy fog hiányozni. Majd megyünk a következőre, és kezdődik előről, és mindegyiket élvezik. A sportág választó program keretében több sportfoglalkozáson is jártak már a kisdiákok. Ütősportággal szerettünk volna ebbe a sportág választó programba betenni, és ebbe az évben sikerült, hogy a gyerekek nagy örömére nagyon klassz helyszínen mozoghatnak, sportolhatnak. Ebben a programban 6-7 sportággal ismerkednek meg a gyerekek első évfolyamon. Ebbe beletartozik a judó, labdarúgás, kosárlabda, szivacskézilabda, torna, úszás és a tenisz. És hát nagyon örülünk, mert egy nagyon sokoldalú mozgáskultúrával tudjuk a gyerekeket megismertetni. A tenisz alapjait a Pécsvárosi Teniszklubban sajátíthatták el a gyerekek. A klub és az iskola egyébként már régóta jó kapcsolatot ápol. Sétával nézve kb. Egy percre található a klub és az iskola egymástól. Az egyik legismertebb, leghíresebb játékosunk Barta Panna, aki idén felnőtt magyar bajnokságot nyert. Ő is a Cserepka iskola neveltje diák, idén érettségizik. Úgyhogy általa már volt egy jó kapcsolatunk az iskolával, és örömmel vettük a lehetőséget, hogy a legkisebbeket is be tudjuk kapcsolni a tenisz sportágba, ezáltal a sportág választó programmal. A program nem csak arra ad lehetőséget, hogy a kicsik és szüleik kiválasszák a megfelelő sportágat, hanem akár arra is, hogy egy eddig ismeretlen mozgásformát is kipróbáljanak a gyerekek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon. Közel 3 millió forintot követelnek vissza a polgármestertől. Egyre több gondot okoznak a vadak Szekszárdon. Az önkormányzat mindent megtesz a lakosok nyugalma érdekében. A Tolna megyei szakképzési centrum munkatársait ismerték el, 25-en vehettek át díjakat. Évekig is elhúzódhat a háború, interjút adott stábunknak a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Szombaton változóan napos, felhős, füllet idő ígérkezik. A délután folyamán ismét számítani kell szorványosan zápor esőre, illetve felhőszakadással, kisméretű jéggel kísért zivatarok előfordulására. Éjszaka csökken a felhőzet. Vasárnap a Dunántúlon mérsékeltebb marad a légmozgás, várhatóan az előző napokhoz hasonlóan még kialakulhat eső. Napos és mérsékelten felhős időszakok váltakoznak. Hétfőn hűvös, az ilyenkor szokásosnál körülbelül 5 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű, változóan napos felhős idő ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!